Bugacon, mintegy 450 darab tömőlludat számláló állományban a megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek hívták fel az állattartó figyelmét a madárinfluenza esetleges megjelenésére. A Kiskumajsán található 800 darabos tömőllud állományban ugyancsak a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A Nébi Laboratóriuma mindkét esetben a vírus H5N1 altipusának jelenlétét igazolta. Az állategészségügyi szakemberek az érintett állományok felszámolását már gyanú alapján meg Tették, ezen kívül a kontaktgazdaságokat is felszámolták. A fertőzött gazdaságok körül a szakemberek kijelölték a 3 km-sugarú körzetet, valamint a megfigyelési körzetet, mely utóbbi átnyúlik csongrád csanád megye területére is. A magas kockázatú megyékben, azaz többek között Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye területén, a baromfit tartó gazdaságokban mostantól ismét kötelező zártan tartani a baromfikat. Emellett a háztáji állományokra érvényes új előírás a fedett helyen történő etetés, itatás, és esetükben is, bár nem kötelező, de erősen ajánlott a zártan tartás.